Jó napot kívánok! Sziasztok! Beleznagy Péter vagyok, és folytatnám az előző előadást, kicsit másabb témában. Én az internet történelmével és történetével készültem. Ez egy olyan anyag, amit igyekszem az elmúlt 65 évet 45 percben 25 szlájddal szemléltetni, szóval kicsit se gondolja senki sem, hogy nagyon bele szeretnék menni olyan témákba, ami nagyon aprólékos, vagy nagyon pontosan évszámok alapján mindent tüzetesen megvizsgálnánk. Egyetlen egy célja van a mai előadásomnak, egy-két tévedést vagy ilyen legendát eloszlatni, illetve egy-két olyan személyt bemutatni a nagy közönségnek, amit talán kevesebben ismerhettek, és sokat köszönhetünk nekik, többek között a munkahelyünket. Szóval az internet története. Vagyunk tovább.
Linton Serge és a Robert Kahn nevei esetleg. Ők voltak az első hullám. És még sok más név, amit sajnos nem tudtam feltenni a szájukra, de majd esetleg később valami más formában. Jó. Mielőtt őket bemutatnám az új tevékenységüket, hogy mit csináltak, mit köszönhetünk nekik és mit fedeztek fel, azért egy-két másabb történet, amit tudunk, vagy legalábbis bízom benne, vagy nem tudom, hogy bízhat majd benne, hogy tudunk, de sajnos nem biztos, hogy jól tudjuk. Szóval, hogy is tudjuk mi az internet történelmét, mit tanulunk, mit látunk az iskolában, esetleg tévében, médiában, stb. A városi legendákat. Az elsődleges az atomtámadás mítosz. Néhány évvel ezelőtt, ilyen oktató ember vagyok, szóval egy oktató, néhány évvel ezelőtt még én is úgy oktattam az internet történelmét az ICD egyetemi tanfolyamon, hogy amiatt keletkezett, mert születtek a félelmek a hidegháborús időszakában, hogy jönne egy atomtámadás, lebombázzák a katonai központot, akkor hát legyen egy másik katonai központ, legyen egy harmadik, és ezeket majd kapcsoljuk össze, hogy működjön a világ. Ezzel csak egy baj van, pontosabban kettő. Az első az, hogy ez nem igaz, nagyon-nagyon kis mértékben, vagy valamilyen mértékben igaz, de nem teljesen. A másik az, hogy nem csak én oktatom így, hanem szerintem az egyetemeken elég sokan mások is így hallhatták ezt a történetet. Ezt később érben pontosítanám. A másik ilyen legenda, ez kicsit olyan viccesebb, és talán nem olyan közkedvelt, a 404-es szoba. Amikor a böngészőnkbe beütnök egy címet, és nem találja a böngésző a címet, akkor eljön egy hibakód, egy HTTP hibakód, 404, object not found, vagy file not found. És mi ennek a hibakódnak az eredete, mi ennek a magyarázata? Van egy honlap, a 404room.com, ami elmeséli eszeknek ezt a történetet. Annó, amikor még nem volt teljesen minden automatizálva az internettel, meg a számítástechnikában, akkor a CERN központi kutató intézetében, ugye Svájcban, ahol felfedezték a böngészést, meg a webet, ott a 404-es szobában dolgoztak azok a személyek, akik még manuális munkavégzés által keresik meg az egyes kutatóknak az igényeit, hogy egy-egy fájlt hol találnak. Ez egy objekt, egy olyan könyvtár volt, ahol aktákat leemeltek a dolgozók, és akkor bediktálták, vagy elküldték, vagy valami. Szóval ez a 404-es szoba és a 404-es hibakód a honlap állítása szerint az innen eredeztethető. Tim Berners-Lee, aki egész pontosan ott dolgozott néhány éven át, és egész pontosan ő találta ki az egész HTTP-vel és egyéb folyamatbányait, azt mondta, hogy a szoba nem is létezik. Mégis én már láttam egy-két komoly, tudományosabb anyagban, hogy a 404-es szoba és a ott dolgozók emlékére. Szóval ez egy olyan mitosz, ami abszurd. És akkor következő, ezt már hallhattuk, vagy láthattuk YouTube videó megosztókon, vagy egyéb honlapokon, hogy kifedezhet az internetet, és valaki ezt mondja, hogy algor. Pontosabban egész ezt ő mondta így egy nyilvánvalóan téves sajtótájékoztatóján, hogy amikor felfedeztem az internetet és folytatott a mondatot, ezt a média, főleg az online média most felkapta, és akkor most már mindenki ezzel viccelődik, hogy alapból fedezte fel az internetet, vagy nem. Valójában tényleg nem fedezte fel, és semmi köze nem volt hozzá, viszont amit ő csinált, az a számottevő és nem szólt el meg amellett, hogy tényleg érdemei vannak. Ő politikusként képviselte az Amerikai Kongresszusban a digitális médiát, a digitális jövőt, és ő az, aki elindította a stratégiai útvonalat az Egyesült Államokban. Tőle származik, pontosabban az egyik tanácsadójától az Information Superhighway kifejezés, amit Magyarországon az Zékarról is László Karatot, illetve tudtam a információs szupersztárnál, amit ismerünk ezt a kifejezést. Jó, és akkor vissza a tényekhez, kik voltak az első hullám, kik voltak az internet úttörői. Visszamegyek a 40-es évekig, ahol Vannevar Bush, Egyesült Államokban egy ünnepelt tudós, sok minden kötődik a nevéhez, néhány jó dolog, néhány kevésbé jó dolog, aki 41-től folyamatosan kormányzati pozíciókat foglalt el, főleg tudományos intézetekben,
Többek között 46 és 47 között volt a Joint Research and Development Board-nak az elnöke, ahol annak kifejlődött később az ARPA. Valamint 41-ben olyan pozíciókat töltött be, hogy közel volt a Manhattan Project Method kidolgozásában, ami az atombomba kidolgozása. Nem ezt az oldalát szeretném megmutatni. Volt egy korszakalkotó tanulmánya, 1945-ben jelent meg, Assimilating a címe, ahogy gondolhatnánk, talán ez a magyar fordítása, amiben egy olyan víziót mutatott be, ami teljesen új volt még akkor a világban. 45 az az év, amikor az ENIAC első számítógépet kidolgozták, vagy bejelentették, ami még 30 tonnás volt, és néhány nagyobb helységet fedett le. Ő akkor ezt jósolta. Képzeljük el egy bárki számára elérhető jövőbeli eszközt, ami egyfajta gépesített iratgyűjtő és könyvtár. Legyen ennek a berendezésnek Nemex a neve. Nemex az a Memory Extender. A Nemex egy olyan eszköz, amivel tárolhatjuk az összes könyvünket, feljegyzéseinket, beszélgetéseinket, és ezeket az adatokat a gépesítésnek köszönhetően egyszerűen és gyorsan érhetjük el. Ez a gép tudatunk egy bensőséges kiterjesztése lesz. Egy másik idézet. Egy asztalból fog állni, és feltehetőleg a tárból is lehet majd irányítani. Elsőlegesen ez egy bútordarab lesz, ahol dolgozni lehet. A tetején felre átlátszó képernyők lesznek, ahol a különböző anyagokat lehet kivetíteni a kényelmesebb olvasáshoz. Lesz mellett egy billentyűzet, valamint egy sor gomb és kar. Ezt leszámítva úgy fog kinézni, mint egy teljesen szokványos asztal. 50 évvel később is hatott ez a tanulmány, nem volt több mint 15 oldal a tanulmány, és Paneler Bush emlékezve 50 évvel később egy konferenciát rendeztek, ahol megvalósították a Memex-et, megjelen is egy animált formában. Bocsánat. Nem játszom el, mert kicsit hosszabb, mint kéne. The owner of the Nemex, let us say, is interested in the properties of the bow and arrow. He has dozens of possibly pertinent books and articles in his Nemex. First he writes through an encyclopedia, finds an interesting but sketchy article, and leaves it projected. Next, in a history, he finds another pertinent item and ties the two together. Thus he goes, building a trail of many items. Occasionally, he inserts a comment of his own, either linking it into the main trail or joining it by a side trail to a particular item. Látható, hogy kicsit máshogy fejlődött a világ, de nagyon közelé volt a megközelítés. Kivetítés, billentyűzet, különböző kütyük, amikkel lehet irányítani. Mondom, akkor még nem az volt a jellemző, hogy leülünk egy számítógép elé, sokkal inkább az, hogy bemegyünk egy számítógép belsejébe, és kiveszünk a katócsöveket, és éppen hibát javítunk. Egy is történelmi előzmény, nem témám, és nem vagy szakadott tudójának a témának, szóval inkább csak egy címszorban, egy hidegháború. Az minden napokat átszőtte ott a nyugati világba és a keleti világba egyaránt. Atomtámadások félelmel mindenkinek reszketett a keze az indítógombon. Ebben a történelmi háttérben 1957-ben, október 4-én egész pontosan, a Szovjetunió egy ilyen focilabda nagyságú gömböt fellőtt az űrben. Ez talán nem egy olyan nagy dolog, de mégis akkartályt, az egész Egyesült Államokat ez lelőben tette, sok volt ez a hír. Viszont szinte pánikhangot történt, ezt bejelentette a Szovjetunió. És válaszlépésként az Egyesült Államok elkezdett gondolkozni, hogy mások stratégiát kell válaszolni, mint eddig, fel kell készülni, hát ha elindul ez a űrháború, akkor így minden lehetséges.
Szóval választékosként a tudományos életet hívta segítségül, megalapított egy-két szervezetet, többek között az ARPÁ-t, és elindította mindenki a tudományos fejlesztéseit. Az 50-es években tehát elindultak ezek a fejlesztések, több katonai szervezet is, többek között a US Air Force és a Navy is elkezdte saját fejlesztését, saját védelmi fejlesztését indítani, ez volt a SAGE kifejtése, Semi-Automatic Ground Environment, SAGE, amit a radar állomások összeköttetését jelentette, és ehhez kellett mindenféle szuperszámítógépeket kidolgozni, kellett olyan kommunikációs metódusokat kidolgozni, és egyáltalán hogyan is működik tovább az a digitális világ. Itt jön be a képbe Paul Baran, aki 1959-ben kezdett el dolgozni ezen az ügyön. 64-ig ezen a cégnél dolgozott, és ennél szervezetnél dolgozott, és kidolgozta 11 kötetben azt a javaslatát, ami többek között azt jelentette, hogy használjuk olyan kommunikációs metódust, ahol az egyes végpontok össze vannak kötve akár 4-5 másikkal is. És Paul Baran felfedezte, hogy nem biztos, hogy a katonai központok a gyenge láncszám a védekezésnél, mert azok lehet, hogy 10 emelet mélyen vannak a föld alatt, vagy megfelelően titkos objektumok. Inkább az, hogy meglátta azt, hogy az a legnyegyébb láncszám, hogy az egyes központok össze vannak kötve. Az egy nagy üvegkábelet, vagy valamilyen kábelet, amik akkor a korban volt egy atomtámadás, vagy egy szabotás akció megtanál, akkor vége az összekötetésnek. Szóval ő a kommunikációt kezdte el vizsgálni, és kidolgozta az elosztott hálózatok elméletét, amit ez a kép szemléltet, illetve többek között az egyik tanulmány kötetében javasolta azt, hogy az a kommunikáció ne a megszokott módon működjön, vagy eddig volt az áramkapcsolat módon, hanem csomagkapcsolatában, és tőle származik a csomagkapcsolás elmélete. Ő akkor tehát ezt nem csomagnak hívta, hanem communication blocknak, vagy pontosabban message blocknak, és néhány évvel később az Angliában hasonló kutatásokat folytatott Donald Davis volt, aki ezt Packet-nek javasolta, és az ő elképzelése győzött végül. Szóval Paul Baran valóban a hidegkábel fenyegetése miatt dolgozta ezt ki, csak az ő koncepciója és ez a tervezet sose valósult meg. Jött egy másik irányvonal, amit G.C.R. Dick Leider képvisel, akinél nevénél nem tette föl senki a kezét. Bevallom őszintén, fél évvel ezelőtt még én sem tudtam, hogy ki ő, csak elkezdtem olvasni ebben a témában, és megdöbbentem, hogy van egy olyan személy, akit többen úgy jelmeznek, hogy ő a katedrális építő, vagy ő az a személy, akinek ha csak egy valakinek kéne szobrot emelni a számítástechnika történetében, akkor csak is ő lehet az. Illetve egy irodalmi hasonlat jutott eszembe, amikor olvastam az ő történeteit, hogy valaki azt mondta, az adatosszor ezt így volt, a 19. századi orosz irodalmát tekintve, hogy mindenki Gogol köpenyéjéből bújt elő. Én kevésbé vagyok olyan híres, mint Dostoyevszky, de én azt mondom, hogy mindenki Liklider köpenyéjéből bújt elő. Ki is volt ő? Az ő élete egészen máshogy kezdődött, mint hogy azt sejtenénk, hogy ő az ősatya. Matematikából, fizikából és pszichológiából szerzett BSC fokozatokat. Utána a pszichoakusztikára kezdett el foglalkozni, szakoltott tudós lett, a Pszichoakusztikus Egyesületnek az Egyesületen, a Pszichoakusztikai Egyesületének az elnöke lett, tanulmánykötetei jelentek meg a macska annyi hallókérgének a vizsgálatáról, illetve a magas nyomású hangkommunikáció, emberi hangkommunikáció viselkedéséről, és mégis valahogy találkozott számítástechnikával. Egész pontosan a találkozás egy véletlen bőve volt, 56-ban egy számítástechnikus belebotlott az ő szobájába, és megkérdezte Licket, hogy miért nem használ számítógépet, amikor ezeket az adatokat feljegyzed. És ezen elgondolkozott, mondhatnám, hogy kicsit csúdba dobta az eddigi tudását, az eddigi szakmai életét, és belevetett magát a számítástechnikába.
Ez 56-ban volt, 57-ben azért még dolgozott olyan cégnél, hogy BBN, ez a névtelen lehet, hogy a ismerős Barbara Neken Newman, aki egy akusztikai cég volt, egy családi akusztikai cég, operaházakat és koncertterveket terveznek. Ezt a céget meggyőzte, hogy hát van egy csomó felesleges kapacitásunk, hát miért nem váltunk kicsit áldozatot, és miért nem folyunk bele kicsit jobban a számítás technikába. És meggyőzte ezt az akusztikai céget. Vivian 57-ben megvette az első PDP 1-es számítógépét, és utána a számítás technikában lett kicsit így ismertebb. Ezzel névvel BBM még fogunk találkozni. Jó, 62-ben kinevezték az ARPA-nak vezetőjévé. Az ARPA ekkor még eléggé az atomtámadás elleni védekezés és a többi atomszimuláció támadások elleni védekezések volt a fő téma. De az ő megjövetelével kicsit átalakult a koncepció, többek között az évek folyamán ebből szervezetből kiváltanáza, és egyéb szervezetek, szóval tényleg az ARPA-ban lecsupaszítódott a technológia, és csak egyfajta szempont volt, ami fontos volt neki, legalábbis egy osztályon belőle, és ez csak a számítás etika. Szóval az ARPA ennek ezen az ágazata csak is a számításokkel foglalkozott, kialakult egy új osztály, az IPTO osztály, az Information Processing Techniques Office, aminek ő lett az első vezetője, és ő az időosztásos számításokkal kezdett el foglalkozni. Miket jelzett ő előre? 1960-ban megjelent egy olyan korszakalkotó művel, mint 45-ben eszmű meeting van a Greg Bush-tól. Ez a Computer and Man Symbiosis, illetve Man Computer Symbiosis címmel, ami a későbbiek folyamán számos más kutatót inspirált, hogy ezzel a témával foglalkozzon. És vegyük figyelembe, hogy 4 évvel ezelőtt ő még egy pszichoakusztikus szakember volt. És ez a mű volt, ami többieket elgondolkoztatta, és ezzel alapján kezdődött el az világ fejlődni. Miket jósolt? Azt jósolt, hogy a számítógép egy olyan interaktív eszköz lesz, ami nem fogja majd kiváltani az emberiséget, hanem egy olyan szimbiózis fog kialakulni, amiben az ember és a gép együtt dolgozni, és a gép segíti az ember munkáját. Kérdéseket tehetünk fel neki, válaszolni fog, szimulációkat fog lefuttatni, és a múltbeli eseményekről egy jövőbeli képet tud majd alkotni, hogy mi várható. 1962-ben fejezésében fennmaradt, hogy az ott dolgozó fiúkat úgy hívta, hogy az intergalaktikus hálózati fiúk. Az intergalaktikus hálózatot kívánja elképzelni a kép, hogy ő megálmodta 62-ben, amikor az ARPA-nak még nem létezett, lesz egy ilyen pont a világban, hogy minden egyes számítógép összeeszköz a világhálón. Őt követte még néhány vezető ebben az a szervezetben, az IPTO nevezeti osztályban, többek között Neville Roberts nevét is megemlíteném itt, aki egy 29 éves fiatal diák volt, amikor ehhez az osztályhoz került. Kicsit kalandos a története, ugyanis 2 évvel ezelőtt is megkérdezték tőle, hogy volna kedve dolgozni ezen az osztályon, akkor azt mondta, hogy nem. Aztán egy évvel később is megkérdezték tőle, hogy volna kedve dolgozni ezen az osztályon, 28 éves volt, akkor azt mondta, hogy nem. 29 éves korában is megkérdezték, hogy volna kedve dolgozni ezen az osztályon, és azt mondta, hogy nem. Akkor már megkérdezte, akkor ezt már megmondtam, és azt mondta a felső vezetőjének, hogy volna egy fiú, akit én el szeretném csábítani, és egy felső vezető utasításba adta ki azt, hogy akkor tessék átmenni ezen a másik szervezethez dolgozni. Szóval egy kicsit kényszer hatásával. 29 évesen elfogadta azt a pozíciót, hogy megvalósítsa ezt a hálózati tervezetet. De amúgy eddig is hálózattal foglalkozott, Nick Leider nevét ismerte és nagyon ismerte őt. És egy idézetet szeretnék megosztani. Lipnek volt egy zseniás ötlete az úgynevezett intergalaktikus hálózatról, amiben reményei szerint bárki és bárhonnan képes lett volna használni számítógépeket és adatokat letölteni. Nem volt elképzelése, hogyan kell megépíteni ezt, hogyan valósulhatna meg mindez. Ő csak tudta, hogy ez nagyon fontos. Szóval leült velem szemben, és meggyőzött, hogy ez fontos. És meggyőzött, hogy valósítsa meg. És megvalósította a végén. 1967-ben volt egy tárgyalás, egy Cisco rendezvényen vagyunk, szóval ezt a gyilagos megemlíteném. 67-ben
javasolta valaki, hogy a kommunikációs hálózatokat vagy úgy kéne későbbiekben megvalósítani, hogy legyenek célszámítógépek, szóval ne az eddig használt nagyterm számítógépeket használjuk, hanem legyen egy speciális célhardware, amit ők IMP-nek, Interface Message Processornak nevezték el. Szóval az IMP koncepcióját 67-ben látták meg, és akkor elkezdték kiépíteni az alkalmazást. 66-ban volt az, hogy az IPTO eldöntötte, kell ez a projekt, valósítsuk meg, hogy a számítógépeket kössük össze, és a cél nem az volt, hogy az atomtámadástól féltünk, hanem az volt, hogy a távoli számítógépeket időosztásos alapon tudják használni mások is, nem csak azok, akik ott ülnek mellette közvetlenül. Szóval a közvetlen cél ez volt, ezt tekintették a fő célnak, és az, hogy egy katonai projekt volt, az egy másodlagos talán abban a szempontból, hogy mi volt az ideológia. 67-ben elkészülnek az APA tervezetek, 68-ban egy tender bocsájtanak ki. Az APA egy kisebb szervezet volt, ilyen 5-10 főből állhatott talán, és az volt a lényeg, hogy ő pénzügyileg támogatta az egyetemeket, illetve azokat a cégeket, akiket bekívántak volna. Szóval csak egy ilyen esernyő szervezet volt. 68-ban tehát egy tendert írnak ki, és indulnak nagyon nagy cégek is, IBM, Honeywell és a Korma cégei, valamint többek között egy BBM nevű kis cég is, akinek nem sok múltja van, hisz 57 óta foglalkozgatott a számítástechnikával, de hát akkor ő lett befutó, biztos, hogy volt valami hátszere, hisz Littler, aki akkor már nem dolgozott ennél a szervezetnél, ott volt és ott dolgozott. Szóval a BBM lett a győztes, és akkor elkezdődött a munka. Lázas munka folyt, egy évben át készültek az első impek, az első ilyen routeres eszközök, azok így elég halandos módon születtek meg. Történet végig az, hogy 1969. szeptember 2-án üzembe helyezték az Imp 1-et, amit a Los Angeles-i egyetemen tettek meg, és képen az első Imp van, és mellette Leonard Kleinrock, aki az első Imp-nek a menedzsere volt, és az első csapatnak a menedzsere volt ott az egyetemen belül. 1969. október 29-én már egy másik Imp-et is üzembe helyeztek egy másik egyetemen, és készen állt minden, az első kommunikáció lezajlódhasson a két gép között. Ez számoljuk utána, ez 41 év ezelőtt volt. Az első üzenet egy távoli számítógépbe való belépés lett volna a login protokoll, illetve alkalmazás segítségével, és akkor tehát még minden egyes utasítást betűnként vittek át. Tehát a logint, amikor be akartak gépelni a neves úriember Charlie Klein, akkor beütötte az L betűt, átment, beütötte az O betűt, átment, beütötte a G betűt, és az első Imp összeomlott. Szóval az első üzenet a világhálón az a low üzenet volt, és nem folytatódott tovább. Kisugrással elkezdődött a használata, már több végpontot, több impet kapcsoltak össze, már 4-nél voltak talán, az ötödiket is bekötötték, az ötödik lett a BBN-nek a végpontja, és elkezdődtek a fejlesztések. 69-71-ig kifejlődtek az első komoly protokollok, a NCP protokoll, amit időközben már leváltott más protokoll, és megjelent a Telnet, meg az FTP. Ezeket azt hiszem még a mai napig is használjuk. A 71-ben megjelent egy olyan protokoll, egy olyan fejlesztés, ami későbbiekben forradalmasította az egész hálózatot. Ray Tomlinson, aki a BBN-nél dolgozott, úgy gondolta, hogy hát egy üzenetet kíván küldeni az egyik számítógépre, a másik számítógépre. Az egyik számítógép talán ez volt, a másik meg ez. Vagy lehet, hogy fordítva, de ez volt az első két gép, az első e-mail megszületett. Az első üzenet, Tomlinson nem igazán emlékezett, hogy mit képelt be első alkalommal, és egy visszaemlékezésében azt mondta, hogy valószínűleg ez lehetett ez az értelmű szöveg, ami az első e-mail üzenet volt a világhálón, az átment. És innentől kezdve
ő az, aki a nevéhez kötődik azt, hogy a kukac jelet ültette be az e-mail címünk közé, akkor tehát még úgy volt, hogy nem volt doménnél, szóval Peter Kukac Fastly volt mondjuk a én korabeli e-mail címem, de működött. Ez a protokoll volt, ami megváltoztatta az egész internetet, illetve az akkori akarnak hívták, ugye? Ugyanis az alapcél az volt, hogy távoli számítógépeket kössünk össze, és egymás számítógépét tudjuk használni. De azt figyelték meg az évek folyamán, hogy ez nem nagyon működik, senki sem akar másik számítógépen dolgozni ilyen szinten, amikor még azon szinten voltak. Viszont a kommunikáció elkezdett növekedni. Szinte exponenciálisan nőtt az e-mailnek a forgalma, és ez az, ami utána kimondták azt, hogy a fő cél az egymás közti kommunikáció, és nem a számítógépekből való belépés, meg távoli erőforrások közös használata. Jó, egy-két másik nevet megemlítsek, a teljes igénye nélkül, nem lesz engedvár. Ő nagyon sok mindent fejlesztett ki és fedezett fel. Egy valamire emlékszik az utókor általában, de a többi dolgot is megemlítem. Többek között ő fejlesztette ki az első ilyen közösségi oldal mondható kezdeményt, az Online System, NLS, aminek az volt a célja, hogy a kutatók megoszthatták volna egymás kutatás eredményeit, és akkor ott kommunikálnak és megosztják, ezt éppen meg tudnak osztani. Valamint 68-ban volt egy olyan demója egy ilyen konferencián, egy hasonló konferencián mondjuk, amit az számítógépes demó ősatjának, az első számítógépes demónak tekintenek. Ő 68-ban olyankat vizionált, hogy létezik majd olyan, hogy valósít egy szövegszerkesztő, videokommunikáció, alkalmazás megosztás, valamint egy olyan grafikus interfészen mutatta be mindezt, ahol egy különös dobozkát mozgatva, klikkelgetve lépett be egy alkalmazásba. Ez volt az egér. Amit ő már 64-ben kifejlesztett, megemlítendő, hogy ezt a kifejlesztés, ezt a tervezetet Littlányra hagyta jóvá. Szóval Littlány neve itt is megjelenik. Szóval az ő az egér kifejlesztője, itt a képen látjuk, hogy egy ilyen fa ormoton szerkezet, és két ilyen keretje van kívül. Most nyilván jelenek be, hogy amikor még voltak görbösegerek, akkor belőle lett a kerék. Egy 69-es korabeli videó, amit jósoltak, hogy így fog nézni majd a világ. In the picture will be one of the many homemaker conveniences. This video console will be channeled into the store of your choice. There, a camera will scan a display of wares, which she will select by push button. Another part of this console is a household monitor screen, which maintains a watch on critical areas in the house, swimming pool, or yard. What the wife selects on her console will be paid for by the husband at his counterpart console. All bills and transactions will be carried out electronically. A central bank computer will debit the family's account the amount of purchases and credit the department store, for example, informing the family's home computer at the same time. Father, at the touch of a button, receives an instantaneous printed copy of his budget, the amount of taxes he owes, the payments left on the car, and so forth. All documents and household records are available on the video screen for immediate reference. Also at his disposal is an electronic correspondence machine, or a home post office, which allows for instant written communication between individuals anywhere in the world. To maintain these and hundreds of complex electronic circuits, a monitor checks all circuits every 2 seconds, inserts a backup circuit if and when trouble develops, and alerts the communal service agency for replacement. Tehát látunk online banki átutalásokat, gyerekeit figyelő családfő. Azt hiszem, ez se eljött most is. Robert Metcalf, Bob Metcalf.
ketten tettétek föl kezeteket. Ő az, aki az Eternetet megalkotta. Az ő története a következő. Ő a Harvardon PhD-zett volna. PhD témája nagyon aktuális téma volt. 1972-ben volt egy nagy számítógépes konferencia, pontosabban hálózatos konferencia, ahol bemutatták első nagy első alkalommal az ARPANET-et működés közben, és hogy ez miért jó. Az akkori szakember gárda teljesen lázba égett, és mindenki ott volt a konferencián, sajtó, stb. Ott volt. Ő volt az az ember, aki összeállította a programfizetet, és előzetesen is azért tevékenyen, mint szakemberként is benne volt. Szóval úgymond tűz közelbe volt. És úgy gondolta, hogy ez elegendő lesz, hogy ez a Harvardban egy PhD munkát csinálhasson. Hát tévedett, nem fogadták el Harvardon a PhD munkáját, és azt mondták, hogy hát ez túl elméleti. Válasz a valamást. Kicsit így buskóran, muszájból átváltott valamássá, elment dolgozni a Xeroxhoz, ahol nagyon sok minden fejlődött ki az utóbbi néhány évtizedre később is. Xerox Parts nevezetű intézetében, ez egy kutatói fejlesztői bázis volt, és ott egy Aloha Net nevű hálózatot, ami a Hawaii Egyetem rádiós hálózata volt, elkezdett tanulmányozni, és egy-két pontban javaslatokat tett, hogy lehetne jobbá tenni, nem volt teljesen tökéletes a kommunikáció, broadcast jelvű kommunikáció volt. És odáig fajultak a dolgok, hogy 1973. május 22-én született meg egy olyan feljegyzése, ami az Ethernetnek az alapja volt. Nem igazán tudtak értelmezni, hogy ez mit jelent, de ez volt a feljegyzés. Innentől létezik az Ethernet hálózat, és őt fedezte föl. Na, ezt a koncepciót, amikor már ezt kidolgozta, stb. A Harvardon azt már elfogadták. Szóval egy Harvard PhD-hez minden egy Ethernetet kell kidolgoznom, hogy látom, hogy ezt megcsinálhassuk. Jó, az ölelméhez fűződik még egy-két dolog, csak így teljesen nélkül 79-ben megalkotott egy céget, amit úgy hívnak, hogy Computer Communication Compatibility, CICOM, amit ennek a cégnek a történetét nem most fogom elmesélni itt a Cisco Expo-n. Valamint volt egy-két másik ilyen nagy dobás, benne volt a TCP/IP protokoll kidolgozásában, meg amikor meg kicsit idősebb volt, akkor kicsit nyugodtabb vizeken kívánt dolgozni, és emiatt elment egy újságírónak, szinte témát által, de ott is közszerkesztőségét vittem. Szóval így volt egy-két nagy dobása. Volt egy, talán 5-6 évvel ezelőtti, tudtom, amíg érdem. Volt egy 5-6 évvel ezelőtti interjú vele, ahol azt fogalmazta, hogy az Ethernet, ami lassan több, mint lassan 40 éves, hogy még mindig nem halt ki, és még mindig használják. Az idézet itt az alsó sorban láthatom, igazából a jelentés az volt, hogy az Ethernet most már minden otthon. Növekszik sávszélességbe, lemegy a mikrokontrollerek szintjéig, a levegőben is megy, meg most már az Ethernet ott van a szolgáltatói hálózatban, szóval az Ethernet minden otthon. A Ethernetnek a neve, hogy onnan van, hogy amikor kidolgozták ezt a koncepciót, akkor nem rádiós összeköttetésbe gondolkoztak, hanem egy vezetékes összeköttetést találtak ki, amivel mégis megbízható a kommunikáció, nagyobb volt a sávszélesség, és egy hatalmas nagy koaxiális kábelköteg húzódott meg a szobakerős közepén, az ment fölfelé, a mennyezet felé. És ebből jött a koncepció, hogy valószínűleg, hogy akkor földövik az égbe a jeleket, ahol az égbe az Ether, az éteri közeg van, és aki nem jött Ethernet. Bob Metcalfhoz szokták még az önnevéhez fűződik egy úgynevezett törvény is, egy Metcalf törvény, amit sokan vitattak, és sokan tudatkozott ő maga is kijavított egy-két alkalommal, de eléggé jelentős. Egy hálózatnak az értéke exponenciálisan arányos, pontosan nézetesen arányos a benne lévő csomópontok számával. Vagyis minél többen vagyunk egy hálózatban, annak a hatványa az értéke a hálózat. Vagyis amikor most becsülték a Facebook tulajdonosának Mark Zuckerbergnek a vagyonát, akkor azt mondták, hogy ő lesz a leggazdagabb ember a Földön. Jó, két másik nagy név, Winton Strand és Robert Helm. Ők voltak, akik a TCP/IP protokollt fejlesztették ki. Akkor tehát az ARPANET hálózat
már működött. Elkezdődtek mind az Egyesült Államokban, mind a kontinensünkön is olyan kutatások, amik lehetővé tették, hogy másik féle hálózatok is működjenek. Volt rádiós hálózatok, szatellit hálózatok, stb. És ezeket valahogy össze kellett kötni. Az összeköttetést viszont mindenki a saját maga útfőjéből találtak ki az összeköthető protokollokat, kellett valami egységes nyelv. Gondolkoztak, hogy mindenki végezzen a címfordításhoz hasonló technológiákat, nem ez lett a világ, hanem inkább az, hogy mindenki használja egy egységes protokollt, ez lett a TCP/IP. 1974-ben még a TCP/IP protokoll még úgy nézett ki, hogy 32 bites címekből az első 8 bit volt a hálózat, és az utolsó 24 bit volt a hosszú címzésnek elegendő címek, szóval még kicsit másabb nézett ki, de az ő munkásságok alapján megszületett. Ezt a képet szokták mutatni, hogy ez volt az első hálózat, amit összekötöttek több hálózatot, egy PR-netet, az alkalmátot, a szabnetet. Ezt szállt nagyobb képet, az ez lett. 1977. november 22-én szokták azt mondani, hogy ez az első alkalom, hogy az internet megszületett. Igazából ezelőtt is már voltak tesztek, meg még egy év ezelőtt is már volt az, hogy két különböző típusú hálózatot összekötöttek, de mondjuk azt, hogy ha meg kéne jelölni most egy dátumot, akkor ezt jelölni az internet születésének. Ez tegnap előtt volt, meg 33 éve ezelőtt. Szóval az internet a Krisztusi kor mellébe. Szóval, Kalifornia útjain ez a busz, amit kenyérsütő kamionnak vagy nem tudom, megcsúfoltak. A PR-neten csatlakozott rádiós kommunikáció segítsége az ottani hálózathoz, utána ez a kommunikáció átment az ARPANET-be, a megfelelő IMPEC és egyéb létfügyek segítségével egészen elment Londonig. Utána Londonban visszament szatellites hálózaton át az Egyesült Államokba, és utána megint visszaadott az egyetemi közegekbe, a Kalifornia Egyetemre. Szóval egy ilyen két kontinenset átívelő és három különböző hálózatot átívelő demo volt néhány évvel ezelőtt az internet kezdetén. Jó, akkor tehát volt egy-két másik hálózat is, csak így megemlítés szintjén. Fel foglalkoztunk, SatNet és PR-net. A SatNet volt a satellite-net, a PR-net pedig a packet radio-network. De voltak még más hálózatok. Lett egy katonai hálózat 83-ban. A Aloha-netet emlegettem, a Hawaii-on ezt fejlesztették ki. Ethernetet vettük. Telenet az első szolgáltatói hálózat, amit a BBN indított el. Fortinet, telefonos behívó modemes hálózat, Egyesült Államokból. EIN, ez nem egy német, hanem az European Interface Network koncepció volt. CSNet, szolgáltatói hálózat, egyetemi hálózat a Egyesült Államokból. Nem vagyok elég franciás kiejtésű, Cikla lesz. És az MPL, az az angol hálózat. Szóval volt több hálózat is, csak amiért mondtam el ezt a sok hálózatot, hogy lássuk, hogy volt kezdeményezések. És még néhány adalékot megemlítenék, és kitérnék a Cisco-ra is valahol. 78-ban volt az első spam, amit egy ARPANET-en akkor még nem sokan voltak, néhány száz tudós felhasználó használta. Egy Gary Dirt nevű üzletemben a DEC-től küldött egy DEC 2020-as számítógépet megvásárlás imitáló üzenetet, amit a kor szokásainak ellentétesen mindenkinek elküldött, több száz, valami 6-700 embernek küldte volna el, de nem tudta, hogy az alkalmazások 320 nevet tud kezelni a címzés mezőben, ami az első 320 név megkapta az első spammet, a többiek már nem kapták meg az első spam, de később ezért ők is megkapták. A spam kifejezés amúgy egy Monty Pythonból jelenetből jövő, a vikingek és a Péter jelenet kapcsán hangoztatták, hogy spammet akarnak, vagy nem szeretik a spammet. Szóval ez Monty Pythonos ősei is vannak ennek a kifejezésnek. 79-ben emotion születése, a smile-ok születése. 81-ben egy híres jóslat Bill Gates-től 640 kilobájt mindenkinek elég lesz a későbbiekben. 81-ben az első olyan jogi ítélet születünk, az első hacker ellen, aki büntetett, követett el és lelepleződött. Ez
Buff kapitány ellen volt, Captain Zepp, aki az AT&T hálózatába belépve átállította a rendszeridőt, és egyébként olyan számlázási gondot okozott, hogy aki éjszaka telefonált, az nappali időszakban kaptól számlálás meg fordítva, szóval így átállította kicsit a számlázási hozzáállását a cégnek, ezért szerint 10 000 dolláros büntetést és egy BIF-el függesztett letöletendő büntetést kapott, vagy hasonlót. Jó, 83-ban Darknet a TCP-t választott hivatalos protokollnak, ez nem volt olyan nyilvános, mert nem volt olyan egyértelmű, mert volt egy-két másik protokoll, pont többek között 2, az X25 és az ISO, akinek volt saját protokoll a világon, de TCP-BIF-et befutom. 84 Cisco System megalapítása, egy házaspár, két személy alkototta meg, a nevét inkább puskázom, Len Bozak és Sandy Lerner, aki az első olyan útvonalválasztót kidolgozta, ami több protokoll között tudott funkcióit ellátni. A BBM nevű cég, aki már 20 éve ott volt a piacon, és már az első házatokat ők csinálták meg, folytatott egy téves marketing kutatást, és ők úgy gondolták, hogy ennek a dolognak nem lesz olyan nagy jövője, nem akarnak belépni a közönségnek szóló nagyobb felhasználó létszámot megcímző útvonalászó piacára. A BBM hozott egy ilyen döntést, ennek köszönhetően ma nem egy BBM konferencián vagyunk itt, hanem a Cisco konferenciáján. 88 az első házati film videóspek jelenése igazából akkor telt egy 99 soros kis kód, ami egy Unix szervezési hibát használ fel, elszabadult az interneten, az akkori interneten, és az akkori internet 10%-át leblokkolta, ez nem volt egy olyan létszám, 6000 méter blokkolt, és akkor valószínűleg 60 000 volt a teljes létszám, de akkor már megdöbbentek, hogy egyetlen egy 99 soros kis valami ilyen egy százalékban le tudott állítani valamit. 90-ben pedig az ARPANET-et beszüntetik és lekapcsolják az utolsó számítógépet. Jégszógyalánt, itt egy képek. Egyik kép Crocker, Steve Crockernek a nevenek hozottam, de ő is, meg még sok más név is még megemlíthető lett volna, akik ott voltak ők, az internet ősatjai. Igazából mind ilyen 20-30-as években lévő fiatal emberek voltak, akiknek volt egy álmuk, és ezt az álmot nem csak hogy megálmodták, hanem talán meg is valósították. Ezzel átalakították a világot. Őket egy könyv varázslóknak, vagy egy magyar író, Zékarval és László boszorkánymestereknek nevezi, és akik egész éjjel fönt vannak, innen volt egy idézet is, az ajánlóba esetleg, aki kiolvasta a menüt. Őknek köszönhetjük, hogy most itt vagyunk és itt beszélhetek. Köszönöm.